Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Pénteken kezdik a bértárgyalásokat a Tükebusznál, közben sztrájkra készül a sofőrök szakszervezete. 4 év fogházra ítélték a testvére halálát okozó férfit, ellátatlanság miatt hunyt el a sértett. 8%-kal magasabb árat kérnek a komp használatért Mohácson, veszteséges a működtető cég. Készülnek a bajnokságra a pécsi labdarúgók, első edzőmeccsüket játszották a piros-feketék. Pénteken kezdi meg a tulajdonos pécsi önkormányzat menedzsmentje a bértárgyalásokat a Tükebusznál dolgozók szakszervezeteivel. Mint korábban beszámoltunk róla, az autóbusz vezetőket képviselő Szolidaritás 25%-os béremelést akar január 31-ig, különben sztrájkot szervez a cégnél. A városvezetés türelmet kér és 3 éves megállapodást kötne, hiszen a bérek mellett jelentős hiteltörlesztést is fizetnie kell a városi büdzséből, ami idén 3 milliárd forintot jelent. Sztrájkot szervez a Tükebusz ZRT autóbuszvezetői között a Szolidaritás autóbuszközlekedési szakszervezet a béremelés miatt. A cégnél működő másik szakszervezet szerint ez rossz döntés. Annak a tudatában tették ezt, hogy emlékeim szerint az utóbbi 30 évben talán egyszer volt januárban bérmegállapodás, tehát pontosan tudták, hogy nem lesz bérmegállapodás. Egy felelős szakszervezeti vezetőnek tudnia kell, hogy működik egy város, hogy működik egy városi költségvetés, és ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyva hirdette meg a sztrájkot. Én ezzel nem értek egyet, akkor visszakérdeznék a január, február vagy a márciusi béreket, mi alapján fizetik ki. Nincs elfogadott költségvetés. 25%-os bérfejlesztést akarnak, január végéig adtak haladékot. Jelentős hitelállománya van a Tükebusznak, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor béremelésről beszélünk, mondja Pécs gazdaságügyekért felelős alpolgármestere. Közel 900 millió forintos fizetési kötelezettséget jelent a cégnek, és ebből közel 500 milliárdot a város fizet minden évben. Ugye a bértömeg, amiről beszélünk, az nagyjából olyan 2,2 milliárd volt 2019-ben, és 2020-ban ugye értelemszerűen attól annak függően milyen emelési oldalon lesz, megközelítheti a 2,5 milliárdot. Tehát valójában a város közel 3 milliárdot kell, hogy bepakoljon 2020-ban, a közösségi közlekedésbe. A hitelek átvizsgálása 2 hónapja folyik. Csökkenteni akarják a meglévő hiteleket a buszos cégnél. Közben megkezdik a tárgyalásokat január 24-én a bérekről a szakszervezetekkel, de arra kérik a tárgyalópartnereket, hogy ne pillanatnyi érdekek szerint döntsenek. 3 évben gondolkodjanak. Ugye itt a meglévő teherviselés, ami a város oldalán, most nem akarok abba belemenni, hogy a kincstár és egyéb kérdések adósság oldalon, ugye egy fokozatos rendezést tesz lehetővé, és azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a buszsofőrek bélemelése megvalósuljon, a Tükebusz ZRT működni tudjon, és mellette, ugye ez a harmadik része a történetnek, át kell tekinteni, hogy maga az egész közösségi közlekedés, az mennyire szolgálja a pécsiek igényét, mennyire klímabarát, mennyire tudja közlekedési igények mellett segíteni azt, hogy egyre többen átjönnek egy buszba. Átfogó rendezést akarnak a bérektől az elektromos buszok beállításáig, mondja az alpolgármester. Jelenleg átlagban 340 ezer forintot keresnek a buszvezetők, akik mintegy 300-an látják el a helyi közlekedési feladatokat, Pécset. Ismét több mint 600 ezer fő látogatott el a pécsi Zsolnai Örökségkezelő NKFT helyszíneire, rendezvényeire 1 év alatt, közölte a ZSÖK. Kiemelkedő a családoknak nyújtott szolgáltatások bővítése, ugyanis a megvásárolt családi jegyek száma 3 év alatt megháromszorozódott. A Munkácsi kiállításnak köszönhetően az M21 galéria látogató száma minden eddigi rekordot megdöntött. 2019-ben több mint 2500 fővel emelkedett a pécsi világörökségi helyszínek látogatószáma, ami megközelített az 50 ezer főt. A Kodály Központ 2019-ben is sikeres évet zárt több mint 90 ezer látogatóval. A városi rendezvényeken 2019-ben több mint 154 ezer látogatónak nyújtott kikapcsolódást a ZSÖK. Kiemelkedő ezek közül a Zsolnai Fényfesztivál, melyen több mint 80 ezer látogató vett részt. 4 év fogházra ítélte a pécsi törvényszék azt a férfit, aki testvére halálát okozta. A vád szerint az elkövető egy elhanyagolt koszos szobában helyezte el a sértettet, aki 2017. novemberében megbetegedett. Ezt követően a vádlott nem gondozta őt megfelelően, orvost nem hívott hozzá. A szakértői vélemény szerint 2 oldali tüdőgyulladás okozta közvetlenül a sértett halálát, amihez hozzájárult ellátatlansága.
A bíróság határozata elleni fellebezésre az ügyész, a vádlott és a védő is 3 nap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős. Rendes büntetőeljárásban tárgyalták annak a férfinak az ügyét, akit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntettével vádolta a Baranya megyei főügyészség. Amíg tavaly októberben megtartott előkészítő ülésen, ugyan a férfi és védője elfogadták az ügyész által indítványozott 7 év letöltendő börtönbüntetést, a bíróság szerint nem volt megfelelő a minősítés, ezért bizonyítást rendelt el. Egy korábbi bírósági döntés szerint, mivel a sértett Down-szindrómában szenvedett, folyamatos felügyeletet, gondozást igényelt. Gyámjának a vádlottat jelölték ki, aki testvéri kapcsolatban állt vele. A vád szerint azonban az elkövető egy koszos, rendetlen szobában helyezte el a sértettet. Egyértelműen rögzíthető az is, hogy a sértett 2017. november hónap közepén végén beteg lett, hányt és hasmenése volt. WC-re nem tudott kimenni, a vádlott bepelenkázta, ahogy ezek a tünetek megjelentek, azonban később a pelenkát már nem cserélte. Napokon, illetve heteken keresztül gyakorlatilag sértett, az ágyába ürített. Az ellátatlanság miatt élősködők lárvák telepedtek meg a sértett ágyában, később pedig a mozgás hiánya miatt kialakult felfekvéses sebekben is. Az orvos szakértői vélemény szerint kétoldali tüdőgyulladás okozta közvetlenül a sértett halálát, melyhez hozzájárult az elhanyagoltsága miatt legyengült állapota. Bár a vádlott, miután észlelte testvére súlyos állapotát, értesítette a mentőket, azonban a férfin már nem lehetett segíteni. A pécsi törvényszék bírája enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy a vádlott megbánta tettét, valamint azt, hogy törvénytisztelő módon próbálta a lehető legjobb körülményeket megteremteni lányának. Azonban súlyosító körülmény, hogy a férfinek kötelessége volt testvéréről gondoskodni, azonban ennek nem tett eleget. Vádlott bűnös a BTK 160 szakasz 4. egyetus szerint bűnösülés büntetendő emberölés vétségében, ezért a bíróság 4 évig szabadságvesztésre ítéli. A kiszabott szabadságvesztés fog házban kell végrehajtani, amelyből a 2/3 kitöltését követő naptól bocsátható feltétele szabadságra. A határozat elleni fellebbezés bejelentésére az ügyész, a vádlott és a védő is 3 munkanapot tartott fenn, így az ítélet nem jogerős. 95-en fagytak meg Magyarországon ősz eleje és január közepek között, írja közleményében a Magyar Szociális Fórum. Az elmúlt 10 napban pedig 21-en haltak meg így. A hideg miatt végzetesen kihűltek többsége fűtetlen lakásban vesztette életét, vagy kórházba szállításuk közben, illetve a szabad ég alatt, olvasható a közleményben. A Pécset működő hajléktalan ellátást végző támasz alapítvány adatai szerint tavaly több mint 50 kihűléses haláleset történt Baranya megyében. A mi ellátásunkban kihűlés vagy fagyás miatt nem halt meg senki az elmúlt időszakban. Tehát most a november 1 óta nézzük, akkor senkiről nem tudunk, akinek a halálának ez lett volna az oka. Azt el tudom mondani, hogy a tavalyi évben 54 ellátottunk halt meg, ebből 28-an voltak olyanok, akik korábban az utcai életmódot folytattak, de mindannyian a fizikai állapotuk leromlása betegség miatt haltak meg, és kórházban vagy a betegszobán érte őket a halál, tehát nem az életveszélynek kitett hideg időjárás az oka az ő haláluknak. Országosan közel 10 000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel január 6-a és 12-e között, mely több mint 81%-kal haladja meg az azt megelőző heti számot, közölte legfrissebb jelentésében az ANTS. A laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenza vírus által okozott megbetegedéseket Budapest, Békés és Vas megyében diagnosztizáltak. Baranyában még nem mutatta meg magát a vírus, ugyanakkor megszaporodtak a betegségre jellemző panaszokkal orvosi segítséget keresők száma. Baranyában a becslések szerint 100 000 lakosból 72-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, 52%-kal többen, mint az azt megelőző héten. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. 8%-os emelést vezetett be a komphasználati díjakat illetően. A vállalat adatai szerint, melyet az önkormányzathoz is eljutattak, 2019-ben 105 millió forintos volt a cég vesztesége. A kiadások jelentős részét a bérek adják, de az is problémát jelent, hogy évről évre csökken az értékesített menetjegyek és bérletek száma.
Bár a hiány mérsékléséhez hozzájárult az 55 millió forintos állami támogatás, még így is jelentős a kiesés, amit az önkormányzatnak kell pótolni. Ugyan a tavaly decemberi közgyűlésen a vállalat előterjesztette igényét a pénzbeli segítségre, azt a közgyűlés nem szavazta meg, ezért drágultak idén a komp használati díjak. Szurcsikné Fábián gyöngyi képviselő elmondta, az emelés leginkább a szigeti település rész lakosait érinti, hiszen nekik mindenképpen igénybe kell venni ezt a szolgáltatást. Hiszen nincs más módja arra, hogy átjussanak az iskolába, a munkahelyre, hivatalokba, orvoshoz, kórházba, temetőbe. A Duna bal partján működik a településrészi önkormányzat, és ezen önkormányzat a közigazgatás területén állandó lakóhelyen rendelkező lakosoknak utazási támogatást nyújt a kombérlek támogatására. A támogatás mértéke rászorultság alapján változik. A jelenlegi emelésre tekintettel ezen kedvezményrendszert, kedvezmény mértékét fogjuk most felülvizsgálni. Minden eddiginél több 1750 maskarással űzik a telet az egy hónap múlva kezdődő mohácsi busójáráson, mert a szervezők kedvező időjárás esetén napi 50-60 ezer érdeklődőt vár. A február 20-án induló hatnapos farsangi eseménye mintegy 80 programmal, a többi között táncházakkal, bálokkal, kiállításokkal, busó bemutatókkal, gasztronómiai ízelítőkkel várják az érdeklődőket, mondta el az MT-nek Hegedűs Emese főszervező. Hozzátette, a busójáráson tartják a Snerder Lajos népdal éneklés és népzenei tehetségkutató versenyt, és a koncerttel fűszerezett nemzetközi farsangi dudás találkozót is. Együttműködési megállapodást kötöttek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt működő Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter és a Lőrinc Alapítvány vezetői kedden a Pécsi Kereskedelmi Központ Angster termében. Ennek célja a gépipari szakmában tanuló diákok ösztönzése. A Gépipari Klaszter által alapított ösztöndíj a Cipernovszky Károly Műszaki Szakgimnázium a diákjainak kimagasló tanulmányi és sport teljesítményét jutalmazza. A klaszter ebben a tanévben egyszeri 300 ezer forinttal szeretné támogatni a Lőrinc Alapítványt, vagyis három fő részére nyílna meg az egyenként 100 ezer forintos pályázat elnyerése. Én már negyedik alkalommal döntött ugye a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter, hogy a Cipernovszky Károly szakgimnáziumnak a vézős diákjait jutalmaz az egy ösztöndíjprogram keretében. Alapvetően három ágazatban díjazzuk a diákokat, a technikus diákokat, idén két ágazatban, összesen három diákot díjaz a klaszter. Az ösztöndíjprogramnak a célja nem csak az, hogy egyfajta jutalomban részesítsük a kiváló tanulmányi eredményt és szakmai eredményeket elérő fiatalokat, hanem megismertessük a vállalati szférával a fiatalokat, illetve a fiatalok szüleit is. Ilyen értelemben ennek az ösztöndíjprogramnak van egy pályaorientációs célja, motivációja is. Az Agrárminisztérium március végéig újra nyitja a vidékfejlesztési program állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatait. Az intézkedéstől a különböző járványos állatbetegségek visszaszorítását és megelőzését várja a minisztérium, közölte az agrárminiszter. Nagy István ismertette, hogy az elmúlt hónapokban számos hír látott napvilágot az afrikai sertéspest is és a madárinfluenza magyarországi megjelenéséről és terjedéséről. A vidékfejlesztési program két felhívásra a korábbi feltételek szerint lehet majd pályázni azzal, hogy célzottan jelenik majd meg a járványügyi fejlesztések támogatása. Így például a fertőtlenítő berendezések, kerítések vagy telepi égetők létesítése. Hétfőn megkezdte a felkészülést a PMFC labdarúgó csapata. A tabella éllovasa a bajnoki rajtig, hátralevő 7 hétben 6 edzőmérkőzést és 2 magyar kupa meccset játszik. Vas László együttesétől ketten távoztak, és jelenleg 6 próbajátékos tesztel a szakmai stáb. Remek őszi szezont zárt a PMFC labdarúgó csapata, hiszen az első fordulótól kezdve végigvezetve a tabella éléről várhatja a tavaszt. Vas László együttese a 14 győzelem mellett mindössze 2 döntetlen eredményt ért el a bajnokságban. Ráadásul hatalmas fegyvertényt hajtott végre az MB3-as csapat azzal, hogy 1-0 arányban legyőzte az élvonalbeli bajnokságban szereplő Kisvárda együttesét is a Magyar Kupában. A pihenőt követően január 20-án kezdte meg a gárda a
munkát. A csapattól két játékos távozott. Máté János az MB2-es Tisza Kécskéhez igazolt, Kis Krisztián pedig Kozár Mislenyben folytatja pályafutását. Erre felkészültünk már, ugye már amikor befejeztük a bajnokságot, már összeraktuk a programot, úgyhogy 7 hét áll a rendelkezésünkre, ez alatt lesz majd 6 felkészülési mérkőzésünk, és mondhatni azt is, hogy a paksolni 2 kupa mérkőzés is a felkészülésünket szolgálja, természetesen tétmérkőzés formájába, úgyhogy a mérkőzések szempontjából a próbáltunk arra törekedni, hogy megfelelően olyan ellenfeleket keresve, akik a fejlődésünket segíthetik. A PMFC keretét jelenleg 18 mezőnyjátékos és 3 kapus alkotja, akik mellett több U19-es tehetséges labdarúgó is meghívást kapott a felnőttekhez. Az első körben 6 próbajátékos érkezett a csapathoz. A felkészülés szerintem hasonlóan kemény lesz, mint amit elvégeztünk a nyáron is. Rengeteg komoly mérkőzése, és bízom benne, hogy még sikeresebb lesz a tavasz, mint amit ősz tudtunk produkálni, akár a Magyar Kupába, akár a bajnoki szintére. Az MB3-as bajnokság március 8-án rajtol, addig összesen 6 felkészülési, valamint 2 magyar kupa meccs vár a PMFC-re. Az első edzőmérkőzést szombaton a horvát másodosztályú NK Osijek 2 vendégeként játssza a csapat. A gárda következő ellenfele a Magyar Kupában az MB1-es Paksi FC lesz. Itt már 2 találkozó dönt a továbbjutásról. Felnőtt birkózó minősítő versenyt rendeztek Pécsett. Az évadnyitó viadalon a felnőtt korosztály mindhárom szakágban kipróbálhatta magát. A megmérettetés több kategóriában is válogató volt a februári római Európa-bajnokságra. A 3 szakágban összesen 109 birkózó lépett szőnyegre az év első válogató versenyén, melyen szinte mindegyik kategóriában körmérkőzés vagy úgynevezett nordik lebonyolítási rendszerben dőlt el a helyezések sorsa. A PTE-PEAC birkózó szakosztályt 3 sportoló képviselte, akik egy arany és egy ezüstérmet, valamint egy 4. helyezést szereztek. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Az ütemtervnek megfelelően halad a bátaszéki agrárlogisztikai központ építése. A topos forrásból megvalósuló 550 millió forintos beruházás mellett az ipari park fejlesztés kezdő szakasza is befejeződött. Várhatóan a nyár elejére már az első szállítmányok is megérkeznek az új hűtőházba. Tavaly szeptember végén tették le a bátaszéki agrárlogisztikai központ alapkövét. A beruházás a területfejlesztési operatív programból 550 millió forintos támogatással jött létre. Bozsonyik Róbert polgármester akkor azt nyilatkozta, történelmi jelentőségű esemény az ipari park létesítése. Mindenkori önkormányzat zászlójára tűzte, hogy hát fontos a település életének és fejlődésének fenntartása érdekében munkahelyteremtő beruházásokat létrehozni, vagy munkahelyteremtést ösztönözni, és erre igazán eddig nem volt lehetőség. Most teremtődött meg, hiszen az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Az azóta eltelt időben folyamatosan zajló beruházás eredményeként szerkezetkész a leendő központ és benne egy hűtőház, valamint az ipari park alapinfrastruktúrája is elkészült. Ami a legfontosabb, hogy gazdasági szempontból olyan vállalkozások jöhetnének ide Mátaszékre, akik mondjuk iparizési adó tekintetében jelentősen hozzá tudnának járulni a város költségvetésének megerősítéséhez, azzal a céllal, amit korábban is kifejeztünk, hogy az ebből befolyt bevételt elsősorban ennek a területnek a bővítésére kívánjuk majd fordítani. Az önkormányzat több céggel is folyamatosan folytat tárgyalásokat a lehetséges működés feltételeiről. Várhatóan a nyár beköszönte előtt az első szállítmányok beérkezhetnek majd a hűtőházba. Csabai László kapta idén a Mésző Miklós díjat. A nyíregyházi származású író, a nyírségi emberek szenvedés történeteit bemutató, a Vidék lelke című novellás kötetért vett át az elismerést. Vastapssal köszöntötték a meghívottak a Mésző Miklós díjat átvevő Csabai Lászlót. A Mésző nevét viselő egyesület a szerző 2019-ben megjelent a Vidék lelke című novellás kötetéért ítélte oda a díjat. A könyv cselekménye az 1900-as évek második felének Magyarországán játszódik, a főszereplői pedig egyszerű nyírségi emberek. Egyik legpozitívabb élmény, amely fiatal gyermekkoromban élt, az a olvasás lehetőségének a felismerése. 7 éves koromban eldöntöttem, hogy ez a legjobb a világon olvasni,
nyilván a második legjobb dolog, akkor pedig könyveket írni. És azóta soha egyetlen egy perc nem volt úgy, hogy ne lettem volna biztos ebben, és 7 éves korom óta semmi mással nem foglalkoztam, mint próbáltam könyveket írni és íróként érvényesülni. A díj mellett idén is átadták a Mészöly Miklós emlékplakettet, amit Szollár Dávid irodalomtörténész kritikus fordító vehetett át, aki a Mészöly Miklós művei sorozat szerkesztője volt. Nagyon sokaknak megnyitott utakat, nem is egy írógenerációnak, hanem legalább kettőnek, háromnak. Nem magyar, nagyon kevesen, az ő generációjából nagyon kevesen hagyták rajta ennyire a nyomukat, ő úgy mondaná a vízjelüket a magyar próza nyelven, mint amennyire Mészöly Miklós. A Mészöly Miklós Irodalmi Hagyatékát gondozó egyesület 2004-ben alapította a Mészöly Miklós díjat. Ismét kiállítás nyílt a Balassa János Kórházban Szekszárdon, ezúttal a Mezőföld Természetfotós Egyesület Mi Világunk 2019 című fotókiállítása tekinthető meg közel 2 hónapig az intézmény főigazgatóságán. A természetfotók különlegessége, hogy azokat orvosok készítették szabadidejükben, köztük a kórház higiéniai osztályát vezető főorvos Almási István. Tavon átcsörtető vaddisznó család, úszó szarvasok, békát csőrébe tartó madár, csillagos égbolt. Egészen különleges alkotások tekinthetőek meg a Balassa János Kórház főigazgatóságán. Megnyílt ugyanis a Mezőföld Természetfotós Egyesület Mi Világunk 2019 című fotókiállítása. 11 alkotó képei kerültek ki a kórház főigazgatóságának folyosó galériájára. A kiállítás anyagát egy belső zsűri válogatta össze az adott időszak terméséből. Az egyesület vezetőjének, a kórház higiéniai osztályát vezető főorvosának képei is kikerültek a folyosóra. Almási István azt mondja, kevés szabad ideje van, de ha épp ráér, szívesen örökít meg érdekes eseményeket a természetet járva. Hetente egy nap, egy délután biztosan, tehát szezonban szarvasbőgésben előfordulhat, hogy 7 napból 5-öt is kintöltök. Az intézmény gazdasági igazgatóhelyettese azt mondja, egyre több egyesület keresi meg a kórházat azzal, hogy ki szeretnék állítani műveiket. Ezeknek a kéréseknek szívesen tesznek eleget. Összetett céljaink vannak, az egyik az, hogy nyilván dekorációs célon van ezen a folyosón, másrészt az, hogy lehetőséget adjunk kollégáknak, környékbelieknek, hogy megmutassák művészetüket, hogy milyen csodálatos képeket tudnak készíteni. Ez most éppen természetfotó, de voltak itt már korábban festmények is, tűzománcok, különböző rajzok. A kiállítás közel 2 hónapig tekinthető meg a Balassa János Kórház főigazgatóságának nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig, reggel 8 órától délután 3:30-ig. 18 iskola 45 tanulója repítette el a mesék világába a hallgatóságot Balatonföldváron. A Kis Mesemondók regionális találkozóját immár 16. alkalommal szervezték meg azzal a céllal, hogy a szép magyar beszédre nevelés mellett a gyerekek kommunikációs készségeit is fejleszék. A rendezvény sikerességét jól mutatja, hogy évről évre több iskolából érkeznek a tanulók. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt. Nem volt azon semmi hiba, nincs ebben mestermunka, mely különb lehetett volna. A Schuster Manói című mesével állt a hallgatóság elég Gallai Kamilla. A kislány már rutinos résztvevő a Kis Mesemondók regionális találkozóján. Mint mondja, amikor csak teheti, olvas. Szoktam olvasni könyveket, és igazából azért, mert sok fantázia van benne, meg megtörténhetnek azok, amik a valóságban nem. Az eseményre az egész megyéből érkeztek kismesemondók, a gyerekek többsége maga választotta ki, hogy mivel áll a zsűri elé. Csenge az Állatok nyelvén tudó juhász című népmesével varázsolta el a zsűrit. Nagyon jó, ilyen frappáns volt, meg tanulságos, meg tetszett így a történet. A gyerekek nem csak társaiknak és tanítóiknak meséltek, hanem a zsűri előtt is be kellett mutatkozniuk. Bosnyák Viktória meseíró azt mondja, ő például humorral próbálja megközelebb hozni az olvasást a kicsikhez. Én mindenképpen a műveimmel szeretnék valamit átadni a gyerekeknek, mindig legyen egy kis magva, akár a magyar kultúráról, festészetről, a nyelvtanról, de nem lehet ezt erőszakkal csinálni.
csinálni, tehát hogyha nevetünk, akkor azok az emlékeinkben is pozitívan fognak megmaradni, bármi legyen az az ellipszilon, vagy a helyrajzi nevek, tehát bármi legyen az, hogyha nevetünk, az a jó mindenkinek, a pedagógusnak is. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem tudományos dékán helyettese azt mondja, a mesék olvasása vagy hallgatása nagyon jó hatással van a kicsik fejlődésére. Éppen egy viszonylag friss kutatásból látjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek mesélnek, azoknak sokszoros esélye van az életben. Például, hogy olvasóvá váljanak, az olvasás segít a toleránsabbá, empatikusabbá válásban. Tehát valójában hosszú távú előnyei nagyon-nagyon nagyok vannak. A programon 18 intézmény 45 tanulója vett részt. Mindenki mesél, mindenki hallgat, mindenki gazdagodik valamivel, és arra próbáljuk ösztönözni őket, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik mindig ez a mi rendezvényünk, hogy igenis van értelme a pedagógusok munkájának, a szülőknek, hogy ennyi versenyző minden évben összegyűlik itt Balatonföldváron. A Balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskolában megrendezett találkozó célja, hogy a gyerekeket a szép magyar beszédre neveljék, valamint hogy kommunikációs készségüket is fejlesszék. A régió hírei után fontosabb aranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Pénteken kezdik a bértárgyalásokat a Tükebusznál, közben sztrájkra készül a sofőrök szakszervezete. 4 év fogházra ítélték a testvére halálát okozó férfit, ellátatlanság miatt hunyt el a sértett. 8%-kal magasabb árat kérnek a komp használatért Mohácson, veszteséges a működtető cég. Készülnek a bajnokságra a pécsi labdarúgók, első edzőmeccsüket játszották a piros-feketék. Szerdán borongós, északon több helyen ködös lesz a reggel, napközben a köd feloszlik, számottevő csapadék nem várható. A nyugati-délnyugati szél több helyen élénk lehet, délután -1, +6 fok várható, keleten, észak-keleten lesz hidegebb. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!